hivatalosan is beléptünk az adventi ünnepkörbe, készülődünk a karácsonyra, így van ez Terézvárosban is, ebben a témakörben vannak itt vendégeim, szeretettel köszöntelek benneteket, Juhászné Vellai Nóra, a kreatív műhely vezetője a Terézvárosi Gondozószolgálatnak, köznapi néven a Tegosznak, és egy klubtagunk is itt van, Imre Lajos. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Köszönöm. Készül mindenki a karácsonyra. Ki így, ki úgy. Azt gondolom, hogy az egész karácsonyban a hit világán kívül és a liturgikus részén kívül a készülődés a legszebb dolog. Hiszen készülni nagyon jó, pláne, hogyha van kivel és van kinek. Hogyan valósul meg ez a Terézvárosi Gondozószolgálaton belül? Hát a Terézvárosi Gondozószolgálaton az idősek klubján belül főleg, mi már elég hamar, december elején, november végén elkezdünk erre az adventi időszakra készülni. Klubtagjainkkal minden évben készülünk adventi vására is, ami idén az 5-10-ben kapott helyet. Igazából ezt nem csak mi, hanem a testvérintézmények is a kerületből feladatukként tekintik. Ugyanúgy velünk voltak a testvérintézmények közül a terézénosok is. Ez az adventi vásár, ez az 5-10-ben másodikán nyílt, ugye, advent első vasárnapján. Így van, és most minden adventi vasárnapon ismétlődni fog, 9-én és 16-án is. Ugye tavalyi adventi alkalmakkor vásár kapcsán a Jókai téren kaptunk helyet ennek a nemes eseménynek, ahol ugye az intézményeinket is reklámozhattuk tulajdonképpen, illetve együtt hangolódhattunk klubtagjainkkal erre az időszakra, és együtt készíthettük ezeket a termékeket, amiket ott árusítottunk. És meg is állok én egy pillanatra, mert itt beszeretném kapcsolni Imre Lajost a beszélgetésbe. Az, hogy a nők szabnak, varnak, készülnek, applikálnak, az mondjuk egy teljesen természetes folyamat. De a klub életében ebbe az eseménybe hogyan tud bekapcsolódni például ön? Úgyhogy felkértek rá, hogy van-e kedvem készíteni ilyen ajándékokat, karácsonyi díszeket, és akkor ezt én nagyon szívesen vállaltam. Sajnos egy héten csak egyszer tudok menni szerdán, és akkor viszont igyekszem úgy Norika irányítása alatt készíteni a képeslapot, esetleg adventi koszorút, vagy kobogtatót, vagy kis penyőtobotkába manócskát, mindenképpen kedves kis ajándékokat, és ezt nagyon szeretem csinálni. Egyre többen kapcsolódnak be, úgy látom, múltkor már 5-en voltunk, úgyhogy nagyon, nagyon jó, és nagyon építő jellegű, és nagyon kellemes foglalkozás. Hát egy csodálatos közösségi tevékenység mindenképpen, azt hiszem. Igen, és így örülök. Igen, ez a tematikus készülődés egyre több klubtagot vonz be, hiszen mindenkinek kedves ünnep a karácsony, és szeretünk együtt készülni erre. Ugye minden ilyen alkalomnak, ahogy a Lajos mondta, megvan a maga tematikája. Azért hangsúlyozta Lajos szerdát, mert egy szerdánként szokott kreatív foglalkozás lenni többnyire. Most, hogy az ünnep közeledik, ugye sűrűsödnek ezek az alkalmak, tehát többször próbálunk a programba is olyan fajta foglalkozást tenni, ami a karácsonyra hangol minket is, illetve a klubtagokat is egyaránt. Legutóbb képeslapokat készítettünk, karácsonyi képeslapokat, előtte szalvétaképből készítettünk különböző kis dobozkákat, képeket, hasonlókat, adventi koszorút együtt csináltuk a klubtagokkal a klub részére is, illetve erre az adventi vására is. Hogy ennek milyen fantasztikus hangulata van, egy 30 évvel ezelőtti kép pergett le előttem, valahol a Ferenciek terén, amikor az egyetemre járt a testvérem, akkor jött haza, és 4 olyan képeslapot hozott, amelyek kézzel voltak festve, és hát vallásos témát dolgoztak föl, volt benne angyalka orgonával, szóval nagyon-nagyon szépek voltak, kis csillámmal megszórva. És akkoriban egyáltalán nem lehetett kapni vallásos képeslapokat, vagy az egyházi részéhez kötődött képeslapokat a karácsonynak, és mi ezt elkezdtük otthon készíteni, és gyártottunk belőle végül is megrendelésre. Volt, aki a karácsonyi fadíszeket törte össze apróra, hiszen az volt rajta a csillám, volt, amelyikünk ragasztózta, a 6 tagú család összeállt, és egy fantasztikus esti
program volt, és az ismerősöket így meg tudtuk lepni, illetve volt, aki kérte, hogy nekik is készítsünk, tehát szenzációs időtöltés volt. Gondolom, ugyanilyen jól érzik magukat önök is közben. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szeretjük készíteni, és sok segítséget kapunk, irányítást a munkához, és hogy látjuk a munkák eredményét, az is nagyon jó. És szeretném, hogyha minél többen részt vennének benne. És a... Hát meg nem mellesleg, ugye csapatépítő közösséget fejleszti, hogy tudunk együtt dolgozni, az, hogy együtt tudunk hangolódni ilyen alkalmakra. És ugye az is motiváló hat a klubtagokra, hogy tudják, hogy ezt egy olyan jeles alkalom kapcsán készíthetik, ahol örömet szerezhetnek gyerekeknek, családoknak, akik esetleg nem tudják elkészíteni, de meg tudják vásárolni, vagy csak ötletet kapnak az ő munkájuk által. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy mennyire kell, hogy ismerd ahhoz a klub tagjait, hiszen gondozónő is vagy a Tegozban, hogy tudjad, hogy ki mire képes, mit lehet belőle kihozni, milyen eszközökre van szükség, hogy készülsz egy foglalkozásra? Hát általában nagyjából azonos klubtag összetétel jön, tehát ugyanazok az emberek jelennek meg egy-egy ilyen foglalkozásra. Hát akkor mindenkit nagyon jól ismersz. Hát nyilván ugye ahhoz mérten, amennyire kell ez a foglalkozáshoz, igen. Hogyha többen jelentkeznek esetleg, vagy jelzik, hogy érkeznek erre a foglalkozásra, akkor olyat kell kitalálni, amit ugye nagy csoportban is tudunk, nagyobb csoportban is. Tehát azért egy ragasztópisztolya való bánás ugye olyan szempontból nehézkes, hogy baleset veszélyes, tehát ezt inkább magamra szoktam vállalni, csak a klubtagok pedig előkészítik, hogy mit, hogy szeretnének, és akkor együtt, ketten, hárman, akit éppen csináljuk, díszítjük, avval dolgozunk együtt. Tehát mondjuk ezt egy 6-8 fős csoporttal nehezebb lenne megoldani, mert mindenki várna csak, és akkor nem lenne meg a hangulata, nem lenne meg az érdeme annak a foglalkozásnak. Gondolom, hogy ilyenkor szól közben egy kicsit a háttérben a zene, és megvan az egésznek a hangulata. Azt előbb említettétek, hogy a társ intézményekkel közösen készültök erre az adventi vásár sorozatra. Ugye itt a Terézén ott lehet fölemlíteni, vagy kiemelni az értelmi fogyatékosokat, akik tényleg nagyon szép dolgokat tudnak készíteni, és évek óta készítenek is, illetve ott vannak a átmeneti otthona a családoknak, és egyéb intézmények. Hogyan tudjátok összehangolni az intézmények közti koordinációt? Hát igazából nem is kimondottan együtt, hanem inkább egymással párhuzamosan szoktuk ezeket készíteni. Tehát egy-egy ilyen rendezvény, mint például most az 5-10-ben megrendezték ezt a családi napot, adventre készülnek, ugye, mert hogy nem csak vásár van, hanem különböző zenés, illetve kézműves programokat is nyújtanak a családoknak, illetve az ott jelenlévőknek. Ott ők is jelen voltak, tehát a Teréz Énó is jelen volt, ugyanúgy kirakodó vásárral, mint mi, illetve a családsegítő pedig nem is kézműves termékekkel volt kint, hanem tulajdonképpen a jótékonykodni kívánó embereket próbálta oda vonzani azzal, hogy gyerekeknek, felnőtteknek ruhát, tartós élelmiszert, esetleg olyan játékokat, amik jó állapotban vannak, de még gyerekek, családok örülnének, nekik felhasználnak, azokat fogadták nagyon szívesen. Egyébként megvolt a kedve, a ráhangolódás már az embereknek? Szerintem már csak azért is, igen, mert hogy együtt csinálhattak valamit karácsonyra, tehát egy adventi koszorú való dolgozás már csak a családoknak is nagy segítség volt arra, hogy hangolódhassanak az ünnepre. Együtt voltak, harmóniába, békébe és karácsonyra készültek tulajdonképpen. Ugye ez segítette pluszba, hogy az adventi vásár kapcsán rengeteg terméket láttak, különféléket, ahol akár ötletet is meríthettek abból, hogy ők mit szeretnének csinálni. És ezáltal én úgy gondolom, hogy ők igazán élvezték és hangolódtak erre a fantasztikus ünnepre. Lajos, miért kapcsolódott be a klub életébe? Én valamikor csak a tálaló melegítő konyhám voltam, és nagyon ajánlották a klubot. Akkor talán még fizetős is volt a klub, nem tudom, de mikor átkerültem, akkor már nem kellett érte fizetni. És egy kicsit többre vágytam, mint csak arra, hogy oda járjak ebédelni, és ezt mindezt nagyon csodálatosan megkaptam a klubban, amit szerettem volna, a közösséget, a programokat, a beszélgetéseket, és ez nagyon jó, nagyon jól érzem itt magam a klubban. Említett, hogy a kreatív foglalkozásokra szerdánként mindenképpen el szokott menni. Arra mindenképpen, igen. Otthon az
az otthoni életében, igen, illetve az aktív, igen, életében szintén szeretett kézműveskedni, vagy ilyen fúrófaragó ember volt? Hát fúrófaragó ember voltam, de ilyen díszeket nem készítettem sohasem. Tehát akkor ez teljesen újdonság. Ez teljesen újdonság nekem, igen. Mi az, amiben megvan az ön erőssége, amit esetleg a következő évben ki tudnának használni a klubba? Hát azt nem tudnám pontosan megmondani, hogy mi az erősségem. Hát szeretek kivágni figurákat, formákat, ragasztani, festeni, járok rajzkörben is, és ott a Sifter István vezetésével képeslapokról készítünk másolatot, vagy egy falevelet behozunk le, lerajzoljuk. Ilyet szeretek csinálni, és a klubban is, amikor ez a kreatív foglalkozás van, akkor arra kérem a Nórikát, hogy olyat adjon, ami nekem testhez álló, és amit meg tudok csinálni, főleg, hogy hibátlanul meg tudjam csinálni, az a cél. Az érdekes volt az a gondolat, hogy egy tálalókonyhás napi étkezésből hogy válik valaki aktív klubtagá, aki jól érzi magát a klubba. Ez egy nagyon-nagyon, igen, jó dolog. Gondolom, hogy egyre többen lesznek így, hiszen tényleg, igen, azt lehet mondani, hogy a Tegoszban egy nagyon jó közösség alakult ki, igen, és egy jó napi élet van. Igen. Barátságok alakulnak-e a klubban? Hogyne, persze, természetesen vannak hasonló korúak mindén, tehát úgy 68 év körüliek, 65-68 éves, és akkor ez a barátság kialakul. Kártyacsaták mennek? Hát igen, igen, az is van kártya, de főleg inkább ilyen kirakós játékok, ahol figyelni kell a uh-huh, betűkirakásnál, vagy a számkirakásnál, és a logikai, logikai játékok. Meg memória játékok. Egyébként ez egy szenzációs dolog, tulajdonképpen akkor veszi észre az ember, hogy mennyire jó társas játékozni, amikor ugye hát gyerekkorában szereti csinálni, vagy tinédzser korában, mert akkor is a társaságot összehozza, és aztán utána, amikor gyerekei lesznek, vagy unokái, hiszen akkor újra előjönnek és rájönnek, hogy mennyire jó közösség formáló egy bizonyos társas játékot játszani. Önnek mi a kedvence? Hát az én kedvencem a kirakós játék, ahol a számokat kell hármasával lerakni, az a legkevesebb, amit egyszerre le lehet rakni. Utána lehet elvenni egy másik lerakásból, és kipotolni egy másik betűvel, és akkor az nyer, akinek leghamarabb elfogynak a betűi, vagy a számai. Tulajdonképpen olyas, mint a römi kártyajáték, uh-huh, vagy a rabló römi, csak dominó formában. Ennek van betű, illetve szám változata is, és közkedvelt a klubtagok között nagyon. Az az igazság, hogy az ünnepek előtt mindig egy kicsit aktívabb mindenki, de pontosan amiatt, mert otthon is aktívnak kell lenni, ezért több helyen kell helyt állni a klubtagoknak is. Mi az arány, mi az, amiben a klubot választja, és mi az, amiben inkább az otthoni dolgokat választja? Hát van, fele-fele arányban van, tehát délelőttönként a klubban, meg délután olyan 14-30-ig, ha van valamilyen foglalkozás, utána otthon a tevékenység, készülődés a karácsonyra. Ezzel már rögtön elárult, hogy nem csak szerda délutánonként jár a klubban, amikor a kreatív foglalkozás van, hanem ez egy rendszeres rutinná vált. Délelőtt is van foglalkozás. Uh-huh. Hát van ilyen nyelvi játékok, fejtörők, de sajnos éppen abban az időben nekem rajzkör van. Na tessék! Keddi napon. Hányféle foglalkozás van ebben a klubban? Hát hogyha felolvasnám a programot, nem mondjuk a nővéremnek, aki a második keretben lakik, és semmiféle programban nem vehet részt, mert ott is vannak nyugdíjas klubok, de oda nem tud elmenni, mert kicsit járásképtelen, akkor egész elcsodálkozik, hogy ez micsoda kerület, hogy itt mennyi program van, mennyi mindent kapunk, mennyire törődnek velünk. Úgyhogy... Egyébként ez így van, rengeteg vidéki nézőnk is, hiszen az egész országban néznek minket, belekukkantanak a Terézvárosi magazinba, és pontosan a Tegosz kapcsán kaptunk elég sok telefonhívást, illetve levelet, hogy Istenem, milyen szerencsések, hogy itt ilyen háttérintézmények, vagy ilyen háttérmunkák folynak, mert a legtöbb településen a gondozószolgálat egyáltalán nem, vagy nem így működik.
Hát igen. Nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból, hogy a 6. kerületi önkormányzat, valamint az intézményvezetőnk Smolcz Mihavas Pálma is nagyon rendkívüli módon tudja támogatni úgy a szakmai munkákat, mint ugye a hozzávaló anyagi szükségletet is. És ezáltal tényleg visszacsatolva a kreatívra azt tudnám mondani, hogy a sok klubtag azért is szívesen jár be kreatív foglalkozásra, mert ezeknek ugye az anyagi vonzatát otthon nem engedhetik meg. Uh-huh. És ez nagyon szerencsés és jó dolog, hogy így ezáltal együtt tudunk készülni az ilyen alkalmakra is, legyen az karácsony, húsvét, ilyen jelesebb alkalmak. Még most sem később bekapcsolódni a klub életébe, azt gondolom, hogy nem kell különösebb dolog hozzá. Viszont arra nagyon kíváncsi vagyok, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire vagytok készenlétbe ez alatt az idő alatt, a karácsonyi időszakában, hiszen pláne akik egyedülállóak, azok sokkal nehezebben viselik egyedül az ünnepeket, sokkal érzékenyebbek, a gondozó szolgálat munkatársai mennyire aktivizálják ilyenkor magukat, mennyire vagytok napra készek, mert itt aztán a jelző rendszertől kezdve minden működik nálatok az idősek kapcsán. Igen, hát én úgy gondolom, hogy próbálunk minden igényt kielégíteni lehetőségeinkhez képest maximumon. Ugye a klubról tudok én leginkább beszélni. Nálunk ugye nagyon jó az, hogy együtt tudunk készülni az ünnepre, valamint együtt tudjuk megélni is azt, tehát minden évben, decemberben van egy közös karácsony is a klubtagokkal, valamint ugye a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat is hozzásegít minket ehhez, hiszen ők pedig minden évben főznek a mi ott étkező klubtagjainknak, amit nagy-nagy szeretettel adnak oda nekik, és fel is szolgálják, tehát hogy tényleg érezni ezt a bensőségességet, amit ők ezáltal közvetíteni szeretnének a klubtagjaink felé is. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a klubtagok meg tudják élni bent azt, amit egy család tud nyújtani. És a családot a klubtagság jelenti nagyon sok esetben, hiszen nagyon sok magányos ember igen, van. Igen, én is egyedül élek, és nekem azért olyan nagyszerű dolog ez a klub. Reméljük, hogy még nagyon sok adventet fognak, adventi időszakot és karácsonyt együtt a klubban együtt megélni, és sok-sok öröm forrását fogja ez a helyszín biztosítani az önök számára. Mi köszönjük szépen a Terézvárosi Szociális Intézmények hálózatában dolgozó összes munkatársnak, hogy vannak ezekért a klubtagokért, és reméljük, hogy áldott lesz a munkájuk. Boldog, békés és áldott adventi készülődést kívánunk. Viszont kívánjuk önnek. Viszont önöknek is.